Plusz Csilla Margittal, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjével beszélgettünk arról, hogy milyen ütemben halad a Kovács Mihály Általános Iskola felújítása. Mint megtudtuk, az EFOP 4.1.2 pályázat keretein belül a tagintézmény felújítása a tervezett ütemrend szerint halad. Ahogy Plusz Csilla Margit elmondta, bíznak benne, hogy a következő tanévet már a felújított épület falai között fogják tudni elkezdeni. A jelenleg a tervek szerint halad a felújítás, és bízunk benne, hogy az új tanévet már a felújított épület falai között fogjuk tudni elkezdeni. Ugye hozzáépítés is történt az intézményben, nem csak a régi épületnek a felújítása. Majd látni fogjuk, hogy az iskolának a belső tere szinte teljesen megújult, hiszen ugye kicserélésre került a fűtési rendszer, a konvektorok lecserélésre kerültek, teljesen új elektromos hálózat került beépítésre, álmennyezetek kerültek beépítésre, új burkolatokat kapott az intézmény mindenütt, a tantermek és a folyosók is. Lényeges újítás, hogy az intézményben a hozzáépítés következtében tágabb tér várja majd a diákokat. A mosdók teljes felújítása történt meg, illetve új vizes blokkok is kialakításra kerültek. Mosdóhelyiségek teljes körű felújítása történt meg, illetve plusz mosdóhelyiségek kialakítása. Lift került beépítésre az intézménybe, ugye ezzel oldjuk meg az akadálymentesítést, illetve egy új rész került hozzáépítésre, ahol három nagyobb terem és három fejlesztő helyiség, illetve egy kis konyhahelyiség, raktárhelyiség került kialakításra. Megújult az épület tetőszerkezete. Napelemes rendszer került beépítésre, valamint teljes nyílászáló csere történt, mondta el az intézményvezető. Felújításra került az épületnek a tetőszerkezete, illetve új cserepet kapott. Napelemes rendszer került beépítésre, teljes ablakcsere, nyilászáró csere, az ajtóknak a cseréje. Tehát elmondhatom, hogy teljesen felújul a Kovács Mihály tagintézményünk az EFOPOS 4.1.2 pályázat keretein belül.